Van. Nem. No tehát, folytassuk tovább, elég nyögvenyelős ez a feladat. A vonal alatt készítsen 75% szélességű táblázatot, amelynek három cellája van. Az egyes cellákba trópusi hibrid főúda linkeket helyezze el, amelyek a trópusi HTML, a hibrid HTML és az index HTML oldalra mutatnak. Nézzétek meg az eredetit, illetve a ide jól vagyok. Itt van, tehát itt van trópusi hibrid főoldal. Tehát ezt kell létrehoznunk. Azt mondta, hogy egy táblázat kell, amelyik 75% széles és középre van, ráadásul igazítva. No tehát akkor táblázat beszúrása. A sorok száma 1, az oszlopok száma 3. Az igazítása középre, tehát hogy középre, a szélessége százalékban, 75%. Nem mondott cella margót, nem mondott cella közt, tehát így hagyjuk. Nincs tábla szegélyünk, semmi az ég egyadt a világon, készen van, oké. Beírjuk szépen rendre. Mit kért? Azt mondja, hogy trópusi hibrid főoldal. Trópusi, a következő cellába hibrid, és főoldal. Majd most megnézem ráérő időmben, hogy vajon az eredeti megoldáson így van ugyanez a sorrend, úgyhogy jók vagyunk. Na most... Az én megítélésem szerint mondani nem mondta, látszani nem látszik. De az egyes cellákat én középre igazítanám. Tessék? Igen? Azt mondja, hogy a cellákban lévő szöveg legyen középre igazított és hármas szintű címsor. Tehát akkor hármas szintű címsor. Tehát kijelöltem a szöveget, és megpróbálok belőle hármas szintű címsort csinálni. Így, né. Teljesen mindegy, hogy hova tolja, mert nekünk nincs táblázat szegélyünk, nem látszik, tehát most ebben a helyzetben. Még annyit megteszek, ugye, hogy kijelölöm a szöveget, és mindegyiket hivatkozássá kell alakítani. Tehát a trópusi, Ctrl-K, vagy itt hivatkozás, és ugye van nekem egy trópusi HTML, arra hivatkozom. Van egy hibridem, Ctrl-K, az a hibrid HTML-re, és van egy főoldalam, Ctrl-K, amelyik az indexre mutat. És innentől fogva gyakorlatilag ezzel készen vagyok. Na most jön az, hogy a következő feladat az már azt mondja, hogy az index HTML oldalra illesz-e be a főkép JPEG-et, tehát ez a másik háromnak is ugyanez a tartalma. Átmegyek a kódba, kijelölöm innen, hogy HTML-től idáig, hogy doctype az elejéig, Ctrl-C, átmegyek a hibridbe, kijelölöm az egészet, és nyomok egy Ctrl-V-t, meg egy Ctrl-S-t. Átmegyek a trópusiba, kijelölöm az egészet, és nyomok egy Ctrl-V-t, és egy Ctrl-S-t. Ezáltal a három weboldalam tökéletesen ugyanúgy kell, hogy kinézzen a hibrid, a trópusi és az index is.